Országos teremlabdarúgó döntőt rendeztek a Széchenyi Egyetem sportcsarnokában. A több éves múltra visszatekintő üzleti liga fináléjának most először ad otthont a város. A járvány és más egyéb elfoglaltságok miatt négy csapat szállt harcba a végső győzelemért szombaton. Igazából egy nagyon régi sorozatról beszélünk, 2002-ben indult el az üzleti liga. Akkor még informatikai cégeknek szerveztünk egy kisebb bajnokságot, amelynek akkora sikere lett Budapesten, hogy aztán újabb és újabb bajnokság követték, először csak labdarúgás sportágban, majd több sportágban is. Többek között most kosárlabda, kézilabda, röplabda és bowling sportágban is vannak versenyeink, de hát nyilván a legnagyobb hagyománya a focinak van. Aztán kezdetét is vették a küzdelmek, mivel négy csapat érkezett a végső megmérettetésre, ezért egyszerűen bonyolították a szervezők a kupát. Kétszer 16 perces körmérkőzéseket játszottak a csapatok, így születhetett egy biztosan igazságos végeredmény. Nem sok olyan csapat van a bajnokságban, mint a piros mezben látható Procter & Gamble Old Boys. Ők már az ezredforduló környékén is a ligában játszottak. A finálé nyitó mérkőzésén ők csaptak össze a jó erőkből álló, Tatabányáról érkező újoncokkal, a Musashi Paint-tel. Székesfehérvárról egy rutinos csapat érkezett a tornára, ismét az országos teremfoci döntőben találták magukat a Hidró csapat tagjai. A fekete mezes együttest nem alkotta sok labdarúgó, de a szívüket, lelküket a pályára vitték. Tavaly az nagyon fájt, nekünk az nagyon rosszul sikerült, de hát próbáltam azzal vigasztalni magunkat, hogy hát azért egy olyan, nem tudom, hogy a 60-80-100 csapatból lettünk mi a hatodikak, tehát ezzel próbáltam vigasztalni magam. Most lényegesen jobb helyet szeretnénk elérni. Egyelőre elsősorban Nyugat-Magyarországon képviselteti magát a liga, de ennek köszönhetően győri céges csapat is megküzdhetett a végső győzelemért. A fehér mezes Dana Hungári Kft. Legjobbjai néztek farka szemet a jó erőkből álló Hidró tagjaival. A győriek újoncnak számítanak a fináléban. A Dana egyetlen meccsen vesztett pontokat a városi bajnokságban, minden többi meccsét megnyerte. Elég fokélyes a csapat, tehát nálunk is vannak sérültek, nehezen jött össze, kulcsember sérült meg két héttel ezelőtt. A taktika egyelőre annyi, tényleg tisztes helytállás, tehát nem várunk semmit, nem azért jöttünk oda, hogy minden áron nyerni, de nyerni nyilván, de nem ez a fő motiváció, hogy jót akarunk játszani. Az év legjobb céges foci csapata díjat végül a Musashi Paint vehette át. A győriek a negyedik helyen végeztek.